Üdvözlöm a hallgatókat, ez a Róka Máj, én Bors Rihárd vagyok, és most egy külsős helyszínről jelentkezünk, még hozzá Kisbér mellől, a Shooting Farm lőtérről. Vendégem Vilisics Attila lőtérvezető, és az apropó pedig, hogy pár perccel ezelőtt ért véget a Nimróda Akadémia első prémium lövész, golyós, nem is tudom, mennyi titulussal fölaggattuk. Attila, milyen volt? Mesélj nekünk erről. Üdvözöllek, Ricsi! Hát nagyon-nagyon-nagyon pozitív a, 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 a tapasztalat, illetve a visszajelzés, így a, a, a vadászok és a lövők részéről is. Személy szerint, tehát személyes tapasztalatom tudom elmondani a, 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 erről az egész rendezvényünkről, amit összeraktunk. Azt gondolom, hogy, hogy a létező legjobban sikerült, a legjobb közreműködőkkel és a legjobb társággal ezt... ezt Picit elfogultam, de mondhatom, remélem lesz még folytatása. Mindenféleképpen lesz folytatás, hiszen 22-ig jövünk megint csak, hiszen a következő turnus akkor lesz. Gyakorlott lövők voltak már, azért azt elmondhatjuk. Te azért többé-kevésbé jöttél, mentél itt menet közben, hiszen a napi rutint, a munkát azt, azt végezni kellett. De hogy láttad? Hasznos volt a a résztvevőknek? Ugye ezt, amikor összeraktuk veletek, ezt úgy is építettük fel, hogy Márt vadászkollégáknak, tehát puskás embereknek, vadász vadászkollégáknak legyen összerakva a dolog, illetve a továbbképzés, és azt gondolom, hogy mindenkire ráfér a továbbképzés, pláne egy ilyen, azt mondom, hogy európai szintű, sőt az élvonal, az Európa élvonalába tartozó lövőtől, mint Simonyi Ottótól, csak, 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 csak pozitív dolgot és építő dolgot lehet tanulni. Ugye itt a, a versenyzők hívjuk őket így vagy, mert nem hallgatók, de lehet hallgatóknak is hívni őket. Ugye 100, 300, 200 esetleg 500 méterre is tudnak lőni. tervezitek esetleg a bővítést itt a, a közvetlen közelébe a, a lőpájának. Tervezzük, igen, illetve van is uh, hosszabb szektorunk ennél már, de azt gondolom, hogy uh, vadászoknak uh, normális vadász körülményekhez, körülményekhez mérten ez, a, ez az 500 méterig való lövészet azért egy, egy, egy nem könnyű feladat, még ilyen Mesterekkel is, mint Simonyi Otto, azért fel kell kötni a nadrágot, illetve nagyon-nagyon-nagyon sok lövés kell az emberbe, hogy az biztonságosan el tudjon engedni egy lövést ekkora távolságra. Jól gondolom azt, hogy ha mondjuk Otto nincs itt, akkor ki tudtok segíteni bármivel? Hát. Ö... Méltan mondhatom, hogy én is otthon ott tanultam nagyon nagy részét a tudásomnak, tehát azt gondolom, hogy amit ő tőle megörökölt, az ember megtanult és megkapott, illetve amit még így az évek alatt hozzá tudtam ö, rakni, azt, azt minden további nélkül átadjuk. Tehát ezért vagyunk, hogy ezt mindenkivel megismertessük, illetve tovább is tudjuk ezt adni. És ahogy itt körbenézek, itt nem csak az elméleti ö, tapasztalatokat lehet megosztani, hanem azért itt vannak ö, különböző tárgyi eszközök. avasd be minket egy kicsikét! Persze, hát a, ugye kibővítettük a profilt, nem csak lőtér vagyunk már, hanem fegyverbolt is, kis és nagy kér. Tehát, hogyha valakinek optikára, fegyverre, vagy más újratöltő dologra felszerelésre van szüksége, akkor állunk rendelkezésre. Tehát így próbáljuk a, a, mindig a prémium termékeket beszerezni, ugye méltán versenyzünk és képezzük is magunkat, meg hát ilyen, ilyen emberekkel körülvéve, mint például Otto is, tehát mindig, mindig azt mondom, hogy zélvonalba tudunk lenni miközben itt zajlott az elméleti oktatás, itt nagy fúrás faragás volt a, a, háttérben. Igen, bővittünk, tehát jó, jó a megfigyelés, Adriárd. Bővittünk, tehát a lőállás nem. Tehát azt gondolom, hogy, hogy hogy a lőállásaink megvannak, tehát hogy nem akarunk egy nagy, nagy üzemi lőtér lenni, különböző közösségi teret, kávézó részt, stb. Tehát, hogy úgy próbálunk bővíteni, hogy aki hozzánk érkezik, az nyugodtan, megpihenve, nem kapkodva tudjon lőni, képezni magát, aztán majd innét hazatérve jó és szép élményekkel. Köszönöm szépen, és találkozunk 22-én, január 22-én. Szeretettel várlak titeket, sziasztok!